Magyar Szabadságharcnak négy lengyel kivégzettje volt. De ha a mártírok közé számítjuk azokat is, akiket súlyos börtönbüntetésein ítéltek, tehát 10-15 év vasban letöltendő börtönre, akkor a lengyel mártírok száma több tucat. Sőt, hogyha ehhez még hozzáveszünk azokat a lengyeleket, akiket légionistaként vagy honvédként elfogtak és besorozták 8 évre az osztrák hadseregbe, akkor a magyar szabadságért szenvedő lengyeleknek a száma több száz főre rúg. Mártírok közül a legismertebb az Mieczyszláv Voronyecki herceg, aki egyébként nem volt herceg. Ugye alezredes volt-e, honvéd alezredes vagy ezredes, ezt nem tudjuk pontosan. Minden esetre ő volt az 1848. szeptember 2-i perlaszi csata hőse. Ennek a győzelemnek az volt a jelentősége, hogy a megvert szerbek nem tudtak csatlakozni Jelasicshoz. A csatának a legismertebb alakja Voronyecki volt egyébként, aki egy nagyon rokonszenves, jóküllemű, bátor, népszerű tiszt volt. Meglehetősen vagabond, kicsit fegyelmezetlen ember volt, és a szőregi ütközet során ő egyedül ment felderíteni a közeledő ellenséget. És mivel zsákmányolt lovon ült, osztrák lovon, a ló magával ragadta az osztrák dragonyosok felé, Voronyeckit körbefogták a tisztek, Voronyecki védekezni próbált, majd, mint fogoly tisztet, rögtön még aznap kihallgatták. Voronyecki 1849. augusztus 5-én a szőregi csata közben került a császári csapatok fogságába. A pesti új épületben berendezett katonai börtön fogja lett. Közben megtörtént a világosi fegyverletétel, ami után azonnal megindult a haditörvényszéki eljárás az összes fogságba került magyar tiszt ellen. A Voronyecki ellen indított haditörvényszéki eljárás augusztus 24-én kezdődött meg. Az egész hadbírósági szavazás az eredeti jegyzőkönyv tanúsága szerint gonosz és halálos komédia volt, mert a bűnrészesség a felségárulásban kifejezésből a bűnrészesség szó idegen kézzel, tollal és tintával ki van húzva. A szavazók ítéletét, mely tehát csak enyhébb büntetés alá eső bűnrészességet állapított meg, utólag meghamisították. A kötél általi halálra szavak mind a 8 aláíráscsoport fölött idegen kézzel, tintával, tollal utólag írattak be. Tehát nem a szavazók szavazata, hanem parancs döntötte el a halálos ítéletet. Hajnaú nagyon jól tudta azt, hogy milyen jelképe a honvédseregnek Voronyecki, és annak ellenére, hogy a statáriális törvények szerint se szabadott volna őt halálra ítélni, mert ekkor már nem volt önálló szabadcsapatparancsnok, nem is lehetett tudni, hogy valóban szolgált-e önálló szabadcsapatparancsnokként, tehát őt legfeljebb 20-25 évre lehetett volna ítélni, de itt Hajnaú a magyar-lengyel szabadság közös jelképét akasztatta fel 1849. október 20-án.